Békés ünnepet kívánok önöknek, a Magsa hír összefoglaló első jelentkezését látják. A legfontosabb hírek. Románia. Meg nem nevezett bukaresti hírforrás szerint folytatva az elmúlt évek hagyományait, az idén is kivégzik a Ceausescu házas párt. Egy most ratifikált egyezmény alapján hazánk két vagon hajrá felirattal segíti a romániai átalakulást. Egy nagyon jó hír a fővárosiaknak. Tovább építik a kelet-nyugati metró vonalát. Budapest önkormányzatának anyagi helyzetéből adódóan a munkálatokhoz a legolcsóbbnak tűnő megoldást választották, így már meg is érkezett az alagút építését végző 5000 darab vakondok. Az összegyűlt pénzből végre elkészült az új Nemzeti Színház 2,5 méteres makettje. A rendkívül impozáns épület már holnaptól várja 35 centiméternél nem magasabb látogatóit. A nyitó díszelőadás a Gulliver a törpék országában lesz. Új lakossági betétformát dolgozott ki a Heraklész Bank vezetősége. Ennek lényege, hogy sem a bank, sem a számla tulajdonosa nem kaphat felvilágosítást a betét összegéről, a pénzkifizetés pedig külön erre a célra készített légritkított kamrában történik. Az új betétformát intim betétnek nevezték el. Falvaink elnéptelenedése napjainkra aggasztó méreteket öltött. Egy most érkezett jelentés szerint például Sáposlőcön teljesen megszűnt az éjszakai élet, mert Kovács Imre 42 éves helyi lakos már a viradóra véletlenül lelőtte a baglyot. Tekintettel az elmondottakra, a mai alkalommal többször is kapcsoljuk falusi helyszíneinket, hogy bemutassuk az ottani szilvesztert, ezzel is bizonyítva a falu élni akar. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket innen Nyírpittyerről, ahol egy igen ritka foglalkozás utolsó képviselőjével beszélgetünk. Hadd mutassam be Sarogjás Mihály bácsit, az utolsó magyar macskapatkoló. Jó napot kívánok! Hát hogy lesz valakiből macskapatkoló? A nálunk a dinasztiában milyen macskapatkoló volt, ki jön a második keresztanyám? Miért ő mi volt? Rövid látó. Mióta üzi maga ezt a mesterséget? Hát én 53 éve már. Hány macskát sikerült ez idő alatt megpatkolnia? Még egyet sem. Minden patkó. Ezek után szólítom a rendőrség központi ügyeletét, egészen pontosan állandó bűnügyi szakértőnket, Ajala Dezső rendőrszázadost. Kérem, mondja el, milyen bejelentések érkeztek eddig szilveszter napján? Jó napot kívánok! Önkéntes véradást rendeztek ma reggel a fővárosban, a körút Rákóczi út sarkán, mivel kikapcsolták a forgalomirányító jelzőlámpákat. Az ötletnek nagy sikere volt. Végül is az összegyűlt mennyiség 6 régóta halogatott műtét elvégzéséhez volt elegendő. Egy közérdekű felhívás. Felhívjuk az úton lévők figyelmét, hogy Szabó Kornélia egy piros Skoda személygépkocsival elindult otthonról. Kérjük az úton lévőket, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, és nézzük, mi a helyzet a mentőkórházban. Szólítom dr. Körzeti Irén főorvosasszony. Hello, jó estét kívánok. Hát örömmel jelenthetem, hogy ma este nem kellett nagyobb áldozatot hoznunk, mármint ide be a kórházba. Egyébként jövőre nálunk is bevezetik a súlyadót, úgyhogy ezentúl minden 100 kg feletti beteget külön felállít szállítunk majd. Van két különleges esetünk is, már is beszámolnék róla. Idő előtt lépett ki a munkahelyéről Lakatos Csaba, 28 éves liftkezelő. A helyszínen elsősegélyben részesítettük. És egy gyászhírünk is van. Ma hajnalban osztályunkon elhunyt Zöldi Miklós mozigépész. Temetése 4:30, 5:45 és 8 órakor. Köszönöm szépen! Villám összefoglalónk végén egyetlen hír. Lakossági fórumot rendeztek Miskolcon aktuális kérdésekből. Az érdeklődés, valamint a feltett kérdések színvonala olyan magas volt, hogy a jelenlévő tárca nélküli miniszter csak egyetlen egyre tudott határozottan válaszolni, mely szerint van-e lufti a hálószobában. Egy közlemény. Aki az elmúlt héten a piacon sötétbarna tojást vásárolt, ne jegyjen meg, a tojás egészséges, fogyasztható, csupán nem a magyar, hanem a nemrég Bábornán járt afrikai kakas küldöttség látogatásának eredménye. Rövidlátó cserkészek véletlenül megkoszorúzták a Kossuth szobor mellett nézelődő Ecseri Géza 28 éves villanypásztor rakamazi lakost. A kedves ünnepség után a fiatalember megnyugodva sétált el a Koszorúhegy mögül, mivel megtudta, hogy világszert elismert politikusként emigrációban hal meg 92 éves korában. A szokásos újévi áremelések kompenzációjaként új segélyt folyosít a kormány január 1-től. Az úgynevezett átmeneti segélyt azok a gyalogosok kapják, akik fél óránál régebben várakoznak átkelésre a zebránál.
Most pedig nézzük, milyen új bejelentések érkeztek a rendőrség központi ügyeletére, a szó Ajala Dezsőé. Jó estét kívánok! Egy váratlan gázrobbanás nyomán Cirkó Gejzír tört fel a Békásmegyeri lakótelep egyik 6. emeleti lakásában. A detonációt az 5. emeleten lakó Dabasi Pistike idézte elő, aki terroristának készült, és éppen a házi feladatot hajtotta végre. Akciónak jelenlét kisöccse, aki ismeretlen telefonálónak készül. Egy gyors hír. Lezárták a forgalom elől Olá Aranka örömlányt. A hölgyet az elmúlt időszakban a megengedettnél többen leasingelték, így annyira rossz állapotba került, hogy már maradvány értékén sem kelt el. Kedves kollégám, Nénó Lajos törzsőrmester éppen szolgálatban van, kérem tehát számoljon be, mi újság főváros utcáin. Halló Lajos, halló Lajos! Halló főnök, itten valaki azt ad kiabálja, hogy a hal olajos! Előállítsam! Az én vagyok! Én hívom magát maga szerencsétlen! Mi újság? Főnök, itten valaki babrál egy autót! Mindjárt intézkedek! Jó napot kívánok, uram! Maga itten kimeríti a BTK 48. paragrafusának alulról a 3. pontját, meg az akkumulátor. Mit csinál maga, jó ember? Én kérem, kerékkör vagyok! Na, majd mindjárt megmutatom, hogy kell elindítani, vigyázzok! Megfogja itt ezt a kulcsot, elfordítja! Tessék, már működik is! Na! Hogy tetszett, főnök? Ember, ez egy igazi autótolvaj volt! Tudom, főnök! Nem jut messzire! Köszönjük szépen a jelentkezést! Szólítom a mentőkórház ügyeletesét, dr. Körzeti Irén főorvos asszonyt, milyen események történtek az első jelentkezés óta? Igen, hát most hoztak be egy önkéntes rendőrt, aki a Rizszütyes vendéglőben rendezett munkanélküli vita este megpróbált rendet csinálni. A nagy kavarodásban véletlenül összebilincselte a kezét a lábával, így aztán nem tudott elmenekülni, és ő volt az egyetlen, akit összevertek. Doktornő, köszönjük szépen! A folytatásban pedig nézzünk körül vidéki helyszíneinken. Jó estét kívánok, kedves nézőink, innen Bakony Bolhásról, ahol is éppen tetőfokára hágott a szilveszteri hangulat, és már fő a híres bolhási bableves, amely annak idején jelentősen meggyorsította a szovjet csapatok kivonulását. Mellettem a helyi népdalkör két tagja, kérem mutatkozzanak be. Esti Hajnalka. Epertős Piroska. Mikor alakult a népdalkör? Hát úgy 9:30 körül. Inkább 10:45. Igen. Mégis mi hozta össze önöket? Ó, hát mink már Zizi Laborral is együtt énekeltünk, csak ők a tévében, mink meg otthon. Énekeltük a Hackney Tango Man. És van valami kedvenc nótájuk? Hogyne volna, na, akkor Piroska, lássuk azt. Nem történt ma se semmi, miért kell akkor férhőn menni, mert ha nem megyek én férhőn, akkor se történik semmi. Ennyi. Az esti Magsa hír összefoglaló végén pedig egy friss hír a keleti pályaudvar környékéről. Végre elmozdult a holdpontról az erősen ittas Harmad Pista bácsi. Ugyanakkor bejelentette, hogy január 1-től villanyoszlop nélkül is fog közlekedni. Időjárásunkat holnap az északkelet felől érkező Bóna Márta határozza meg. Megnyílt hazánkban az első maszek spermabank. A tulajdonos Menyhárt Vilmos jelenleg azon töpreng, hogyan is adja a kamatot. Kísérleti liftet helyeztek üzembe a hotel agregátban. Az új típusú lift a nehézségi erőt kihasználva villámgyorsan a földszinten van, hátránya azonban, hogy egyelőre csak lefelé közlekedik. Kapcsoljuk a rendőrség központi ügyeletét, a szó Ajala Dezsőé. 10 óra után néhány perccel végre megerőszakolták Szabó Jolán, 44 éves agleány Budapesten. A sértett jelenleg sokkos állapotban van, megy az utcán és folyamatosan dicsekszik. Gyöngyösről érkezett a hír, mely szerint a város főterén felrobbantottak 5000 hektoliter megrendelt, de át nem vett bort. A cselekményt a helyi szőlősgazdák föld alatti szervezete, a Raffia vállalt magára. Keressük azt a fiatalembert, aki a Váci utcában 3000 dollárt ajánlott fel megvételre civil ruhás nyomozóknak, mert a főkapitány üzeni, hogy áll az alkú. Köszönöm szépen, és várjuk a mentőség újabb híreit a vonalban, dr. Körzeti Irén. Igen, jó estét. Egy felhívás van a kezemben. Matuska Szilveszter nevenapja alkalmából megemlékezésül ismét felrobbantják a Biatorbágyi viadukot. Kérjük azokat a lakosokat, akik meg akarnak sérülni, jelentkezzenek osztályunkon az éjszaka folyamán. Köszönjük szépen. Falusi helyszínen következő állomása Szopolyka.
Épp jókor érkeztek a kedves nézők, hiszen itt Szopolykán igazi, hamisítatlan falusi esküvő zajlik. Oda is fordulok, falusztakértőn köz doktor Újfalusi Elek néprajzkutatóhoz. Mit kell tudnunk a szopolykai mennyegzőkről? Itt Szopolykán az esküvő a nászt két részre osztja. Az első rész az előnász, a második rész a micsinász. A rakodalmat megelőző napon a mennyasszony orra előtt elhúzzák a vőlegény néhány darabját. A vőlegény az esketésig, a mennyasszonynak csupán gumi változatát kapja meg. A rakodalom a vőfény felgyújtásával kezdődik. Ilyenkor azt mondják, lángal ég a vőfény, helye húja haj, mind a két fejéről leégett a haj. Ezután a vőlegényt a vőfény lángjánál felviszik a Vénusz dombra, ahol a falu egyetlen, érintetlen leánya várja. Ha van, na, őt kell a legénynek magáévá tenni, miközben a rokonság körbe állja őket, és ütemes tapssal buzdítja a legényt. Ha sikerül, megnyugszik a mennyasszony. Ha nem, 2x15 perc hosszabbítás következik. Köszönöm szépen ezt a kimerítő kis előadást, most pedig menjünk oda az egyik bámészkodóhoz. Jó napot kívánok, kérem mutatkozzon be. Korpás János bámészkodó vagyok. Maga is rokon? Rokon a fene. Ezeket tudja, itt a faluban mindenki utálja. Aztán azt mondták, hogy aki eljön az esküvőre, az részt vett a sorsoláson. Vagy videómagnót, vagy televíziót nyer. Színes televízió. És ez mitől függ? Hát attól, hogy a fiúk mit tudnak lopni a népboltbú. Végül ismerkedjünk meg az ifjú párral is. Kérem mutatkozzon be. Szedres Mihály körzeti vőlegény vagyok. Ez mit jelent? Hát az, hogy ebbe a körzetbe én vagyok az egyetlen számításba jöhető vőlegény. És a mennyasszony? Tálas Mariska, hurkatöltő vagyok. Mondja uram magát, egyáltalán nem zavarja, hogy a mennyasszony egy enyhén szóval is baromi ronda? Hát épp ezért veszem el, ez már olyan csúnya, hogy le lehet vonni az adóból. Következnek a sporthírek Orbán Sándorral. Jó estét kívánok! Nagy sikerű falramászó versenyt tartottak a Bakonyban. A győztes Nagy István elmondta, hogy az edzéshez a jövő évi törvényrendeletek jegyzékét használta fel. Egymás után kétszer is elvesztette veretlenségét a magyar labdarúgó válogatott. Érdekes újítás, hogy a jövő évtől a csapat is szíthatja a pályáról a szurkolókat. A Hungaroring jövőjéről tárgyalt az illetékes sportbizottság. Lesz-e jövőre magyar versenyző a Forma 1-ben, vetődött fel a kérdés. Az államtitkár válaszában elmondta, hogy ha a 92-es futamon indult volna magyar versenyző, az, ismerve anyagi helyzetünket, körülbelül ezekben a percekben érne célba. Utolsó jelentkezésünk végén egy kedves felajánlásról. A Rákóczi téren ma délután ünnepélyesen átvették a prostituáltak a kismarosi cipőgyár ajándékát, 300 pár repet sarkú cipőre. A könnyekig meghatott hölgyek bevallották, hogy ma az örömszerzésnek teljesen új formáját ismerték meg. Önök Maksa Zoltán szilveszteri hírösszefoglalóját látták 1992 utolsó pillanataiban. Egész éves figyelmüket stábunk nevében is megköszönve búcsúzom. Boldogabb új esztendőt kívánok valamennyiüknek. Jó estét kívánok! Itt a Maksa Híradó második évfolyamának harmadik száma. Híradónk élén a külföld hírei. Egy romániai hír szerint nem sokára kapható lesz délkeleti szomszédunknál az egyszerre két szekust is ártalmatlanná tévő csodagyógyszer, a bisekurin. A független államok közösségében várhatóan újabb atomerőművet állítanak földkörüli pályára a közeli napokban. A startot valószínűleg az egész világ sugározza. Rövidesen új orosz gyártmányú videó kerül forgalomba a hazai üzletekben. Az illetékesek szerint csupán a házhoz szállítással lesz gond, ugyanis a készülék még nem fér fel egy Zil platójára. Hazai híreink. Megérkezett Budapestre Alul Nami, Kelet-Szudán kormányzója. Amikor megérkezvén kiszállt a repülőgépből, még nem volt ott a lépcső. Egy közlemény. Az ugyancsak hazánkban vendégeskedő kínai pártküldöttség látogatása miatt a sárga jelzés érvényes. A hazai kereskedelem a növekvő terhek ellenére sem feledkezik meg vásárlóiról. A húsipar kedves meglepetése volt például, hogy az új esztendő első két napján különböző felvágottakat ábrázoló fényképeket osztogattak a rászorulóknak.
Új év napjának szerencse állata a malac. Ez adta az ötletet, hogy felkeressük a Mátra-völgyi húskombinát igazgatóját, Győzelmi Lászlót, és megkérdezzük, hogyan próbálnak talpon maradni, és mire számíthatunk idén a húsiparban. Hát kérem, most már egyértelműen tudományi a főszerep. A húsminőség javítása és új termékcsalád előállítása céljából kereszteztük a sertést a szarvasmarhával. A művelet sikerrel járt, és az így született servasmartés tulajdonságokkal rendelkezik. Örömmel jelenthetem azt is, hogy a hagyományos konnektorórú malacokat még az idén kiegészítjük villásdugó óruakkal, ezzel is megkönnyítve az egymás közötti érintkezésüket. Egyébként gondoltunk az utánpótlásra is, a növendékmalacokat minden évben visszük kirándulni. Hát tavaly is több ezer sertésünk járta be Nyugat-Európát, és nyugodtan mondhatom, sértetlenül mindegyik vissza is jött. Úgy tudom, a legkiválóbb hízókat változatlanul díjazzák. Ó, régi hagyomány a vállalatnál, hogy amelyik koca a legrövidebb idő alatt a legnagyobb súlyt éri el, az mehet egy kört a hűtőházban a libegőn. Különösen az országgyűlés. Ma a szakadás következett be a parlamentben, amikor Jelnik Imre képviselő egyszerre két kiáraton próbálta meg elhagyni a termet. De nem volt eredménytelen a mai nap. Hosszas vita után végre pont került az indiai küldöttség homlokára. Elfogadta a parlament azt az indítványt is, mely szerint a 150 cm-nél alacsonyabb maszekokat elsejétől kisiparosnak nevezzük. Most pedig egy mindannyiunkat érintő probléma, a közlekedés. Pont egy esztendővel ezelőtt találkozhattak először a kedves nézők a Magsa híradóban dr. Éber Tamás főjegyellenőrrel, a BKV illetékesével. Szeretettel üdvözlöm. Jó napot. Érvényes. Éber úr, milyen újdonságokat tervez a BKV 93-ban az utazóközönség számára? Hát kérem szépen, a két kulcsos áfa után nem sokára forgalomba helyezzük az egyajtós buszokat, melyekről este 8 óra után csak leszállni lehet. Nagyon nagy sikere volt Budapest utcáin a rózsaszín Barbie villamosnak, most örömmel jelenthetem, nem sokára utcán a pestiek új kedvence, a Jockey Ewing formájú metró. Ezen kívül utazás biztonság technikai okokból, ezentúl az autóbuszokon, az állóhelyeken is kötelező lesz a biztonsági öv használata. És ez hogy fog kinézni a gyakorlatban? Hát kérem szépen, nagyon egyszerűen, minden megállóban áll majd egy emberünk, aki az utasokat ötösével összekötözi és felhajítja a buszra. Értem, végül engedjen meg egy magánjellegű észrevételt. Nagyon sokszor látom, hogy a trolibuszoknak kiakad az áramszedője, az egész sofőrök nem győzik visszaakaszgatni. Erre nincs valami ötletük? Hát kérem szépen, hogy ne lenne. Ezen túl a vezetéket nem a trolik fölött, hanem a buszon keresztül vezetjük, így az utasok belekapaszkodhatnak, sőt, saját erejükkel akár még a mozgását is elősegíthetik. Néhány meglepő hírrel folytatjuk a híradót. Az új árakat és rendelkezéseket látva özvegy Szabó Imréné kisnyugdíjas bejelentette, hogy utolsó fillérjein vesz egy mélyhűtő ládát és hibernálja magát. A debreceni Nagy ABC kirakata előtt ugyancsak az árak láttán földbe gyökerezett Kristóf Bence esztergályos lába. Termést várhatóan nyár derekához majd. Derékbántalmaira való tekintettel, mint egy másfél órás küzdelem után tette le a fegyvert otthonában a 94 éves Harmat Pista bácsi, aki még októberben indult el a szekrényhez a puskáért, hogy kiraboljon egy takarékpénztárt. Kovács őrmester, az észrevétlen biztonság. Az idei esztendőben több új természetes hatóanyagú termék kerül a patikákba. Ezek közül kiemelném a bérből és fizetésből élők számára kifejlesztett meghűlés elleni tablettát, valamint a szexuális gátlásokkal küszködők új gyógyszerét, a vérmes cseppet. Nagy érdeklődésre adhat számot a fogyi tabletta sikere nyomán előállított alkoholistáknak szánt gyógyszer, a rogyi tabletta, melyből háromszor egyet kell bevenni borotválkozás után. Más téma. Fogszabályozó szalon nyitott a belvárosban Téglás Péter ökölvívó. Az ötletnek hatalmas sikere volt. Kulturális híreink élén egy könyvújdonságról. Megjelent a nemrég hirtelen elhunyt Sipos Pál ezermester utolsó könyve, Drágám biztos, hogy kikapcsoltad az áramot című. Javában tartanak az 1993-as Kimi Tud előselejtezői. Stábunk a Rovátkai Művelődési Központban ismerkedett az indulókkal. Kedves nézőink, következő műsorszámunk egy madrigál kórus. Az együttes vezetője Kis Etelka. Mi a kórus neve? Sámolci Teréz kamarakórus. Ő ki? Ő én vagyok.
Mi az együttes jellegzetessége? Mi még ártatlanok vagyunk. Mit hallunk most? Lassus Petrarca, tavaszi bezsongás. Tessék. Dunaütkösről érkezett, és saját versét mondja el. Közjáték. A vesét belátok én, mondta a röntgenorvos, és szétnézett. Bal szemmel balra, jobbal jobbra, az óra kártyázással ütötte el az időt, s ráeszmélt, vége a háborúnak. A paradicsom hirtelen mozdulattal a szántóföldön termett, mint néma babgulyás orrát szaglázta, s én ráeszméltem, hogy csak addig élek, ameddig termel a vaskoház. A fehérvári gabonakör. Kérem, mutatkozzanak be! Fehérvári Otto. Gabona Mihály. Kör Alek. Tessék. Róza Sándor, három nép. Róza Sándor, ha felül a lomának, annak is a legmagasabb részére. Megpattant az országból, Rózsa Sándor így utazott nyugatra. Amíg Lacika kicsi volt, mindig bekakilt. De most... Most is. Sikeresen lezajlott a hagyományos Párizs-Dakar rally. A magyar páros az előkelő 10. helyet szerezte meg, ugyanis anyagi helyzetünkre való tekintettel csak Dakar előtt 500 méterrel kapcsolódtak be a versenybe. Tegnap este megérkezett Ferihegyre a barcelonai olimpiáról Botló Gábor, az úszók szertárosa is, aki a tavaly júliusi induláskor véletlenül a Budapest-Kenya járatra szállt fel. És egy most érkezett hír, már 2 hete semmi hírünk nincsen a magyar tájékozódási futóválogatottról. Végül egy újabb doppingbotrány. Megsemmisítették az amerikai John Horse múlt héten felállított 19 méter 70 centis új magasugró világrekordját, mert a doppingvizsgálaton rugókat találtak a vizeletében. Állandó figyelem, folyamatos házőrzés 24 órán át egyetlen gram étel nélkül. Fakutya! Érdekes jelenségre figyeltek fel a meteorológusok. Az idei télen ugyanis nem csak hosszában, hanem keresztben is befagyott a Duna. A jelenség oka valószínűleg az, hogy az idén újévkor nem úszta át a folyót Csirilla György. Az időjárásról előjáróban annyit, hogy gyenge szél várható, amely piszkálásra megélénkül. Főmérő higganyszála holnap 10 és 18 óra között fogadja a látogatókat. Ezzel búcsúzik a nézőktől az első negyedév Magsa híradója, a viszontlátásra tavasszal. Önök az immár 2 esztendős Magsa híradó 9. kiadását látják, jó estét kívánok mindenkinek. A bevezetőben egy magyar vonatkozású külföldi hír. Virágfüzérrel a nyakukban spiccesen táncikálva megtalálták a Bahama-szigeteken azt a magyar pártküldöttséget, amelyik még decemberben utazott el a Valuta Alap soros ülésére Londonba. Írország. A felszállást megelőző kigurulás közben orra bukott egy libanoni síita muzulmán bolsevikokat szállító repülőgép a dublini repülőtéren. A gépet feltehetően az ír köztársasági hadsereg emberei gáncsolták el. Beirut. Váratlan robbanás történt egy pokolgépeket árusító üzletben. A detonáció akkor következett be, amikor a tulajdonos működés közben akarta bemutatni a terméket vásárlóinak. És most itthonról. Oxigén molekulákat találtak a tudósok a főváros levegőjében. A ritka leletet a külföldi útjáról hazatért Szabó Géza üzletkötő lélegezte ki. Újfajta pénzérméket hoztak forgalomba hazánkban. Az új 20 forintos például nagyon hasonlít Kovács Lajos 52 éves alkoholistához, mivel mindkettő keresztül esik a nyilvános telefonkészülékeken.
A folytatásban közlekedés. 300 lóerős autót vásárolt magának Hadzsime János, 22 éves Terminátor budapesti lakos. Elmondása szerint csak úgy buknak a kocsira a nők, főleg a zebrá. A megnövekedett gyalogos forgalom csökkentésére félig áteresztő közlekedési lámpákat helyeznek forgalomba a fővárosban. A rendszer lényege, hogy amikor a gyalogosok az úttest közepére érnek, pirosra vált és jöhetnek az autók. Az elmúlt negyed év újdonsága a közlekedési szabályok március 1-én bevezetett módosítása volt. Gondolom önök is kíváncsiak az új előírások fogadtatására, ezért arra gondoltunk, hogy elkísérjük igazoltató körútjára Nénó Lajos rendőr főtőzsörmester. Jó napot kívánok! Itt Nénó Lajos főtőzsörmester beszél! Kérem, amit ilyenkor kérni szoktak, na, maga egy kicsit gyorsan ment. Hát ne tessék már mondani, hát én nem is tudok többen menni, mint 50. Hogy? Hát nézze meg az órámat. Maga velem kérem, itt ne szórakozzon, ne vilatkozzon! 80 km per órás sebessége alatt is kész! Nekem szabad? Mi az, hogy szabad? Mamika! Szólaljon már meg, Mamika! Unapot kívánok, kérem szépen, mi van itt a baleset? Mamika, mondjon már valamit! A 13-as kulcsot kérem. Mit csinálok a út alatt, Mamika? Állítom a követési távolságot. Nézze rá meg a fékutat is? Azt is megnézem. Mamika, figyeljen csak! Maga mostanában mennyivel szokott menni lakott területen? Hát, 180-nal. Micsoda? Ekkora sebességgel? Na, az nem a sebességem, a vérnyomásom. Jó napot kívánok, személyigazolványt, jogosítványt, forgalmi engedélyt kérek szépen. Na, honnan jönnek? A bankból, igen, bankból. És ez kicsoda? Na, hova lesz a menet? Hát megyünk osztozni a zsákmányon. Na, azt hittem, hogy valami rosszban sántik állnak. Stúdiónk vendége, közlekedési szakértőnk Ajala Dezső rendőrszázados. Kérem, foglalja össze nézőnknek a módosított szabályokat. Az egyik legfontosabb a már említett 50 km per óra lakott területen. Ennek a gyakorlatban több előnye is van. Végre megszűnik az autósok és a gyalogosok kibékíthetetlen ellentéte, hiszen ekkora sebesség mellett menet közben akár még beszélgethetnek is egymással. Kiemelném továbbá a lámpagyújtási szabályt. Tehát lakott területen kívül kapcsolják föl a fényszórókat. A motorosoknak külön fölhívom a figyelmét, hogy a bekapcsolt fényszórót fordítsák maguk felé, hogy jobban ki legyenek világítva. Aztán a biztonsági övet kapcsolják be elől, hátul, sőt, otthon televíziózás közben is. Nagyon sok baleset származott abból, hogy a kedves néző elaludt a közjátékon, és kiesett a fotelból. Szigorítani is fogunk. Különösen veszélyes területeken a záróvonalat lelakatoljuk. Április 1-től pedig négy sávos utakon mind a négy forgalmi sávot igénybe vehetik a kedves autósok. No persze, a baloldali két sávban meg kell küzdeni a szembejövőkkel. Folyasszon több tejterméket! Folyamatosan zajlanak az érettségi vizsgák. Dolgozatírás közben engedély nélkül puskázott a vadászati szakközépben Holzman Péter. Ketten súlyosan, 13-an könnyebben sérültek. Küszöbön egy újabb oktatási reform. A szeptembertől várható változásokról érdeklődtünk a 623-as számú anyagilag kisegítő iskola igazgatójától, dr. Kazettás Mihálytól. Igazgató úr, milyen újdonságokra számíthatunk szeptembertől az oktatásban? Hát kérem szépen, tekintettel iskolák rossz anyagi körülményeire az alábbi árjegyzéket vezetjük be az ősztől. 5-ös osztályzat 50 forint plusz áfa, 4-es osztályzat 40 forint plusz áfa, és így tovább lefelé. Na most örömmel jelenthetem, hogy az elégtelen osztályzatot a rossz szociális helyzetűek az idén már ingyen kapják. Nézzük az intő rendszerünket. Intő rendszerellenes jelszavakért 12 forint. Ha a jelszavakkal egyetértünk, akkor ingyenes. Intő tanár kolléga lehülyézéséért 12-10. Ha egyetértünk, akkor ez is ingyenes. Intő nemi erőszakért.
Ha a diáklánnyal 52-60, ha a tanárnővel 134-80, ha a dadus nénivel, akkor mi fizetjük. És mi a helyzet a késésekkel? Hát kérem szépen, a késéseknél egyedülálló pontrendszert vezettünk be, két késés az ingyenes, a harmadiknál delikvens kap egy fotóalbumot, majd minden késésnél egy hozzávaló fényképet valamelyik tanáráról. Ha betelik a fotóalbum, akkor a tanárikar meglátogatja a diákot az otthonában, és 3 órán keresztül csecsen népdalokat énekel. Hogyan készültetek az érettségire? Edzőtáborba vonultunk, ahol megnéztük a tavalyi évnek a videó felvételét az érettségiről. Ezen kívül kielemeztük az elnök mozgását, és tanulmányoztuk a sikeres bukás lehetőségeit is. De arra, hogy miért akartok szándékosan megbukni? Hát azért, mert hogyha elvégeznénk az iskolát, akkor csak fiatal munkanélküliek lennénk, így inkább legyünk öreg diákok, mint az Ervin. Most volt a 17. szalagavatóm. Laci haját az egyik oldalon hagyományos samponnal mostjuk meg. A másik oldalra nincs már idő. Mára Viradora elérte a születési súlyát Kis Borbál, a 37 éves merülőforraló szabadosi lakos, aki a rádióújság hátulján megjelent recept szerint végezte fogyókúráját. Kulturális hírünk egy filmújdonság. Elkészült a nagy sikerű A bárányok hallgatnak című film folytatása, a Tehenek sem beszélnek címmel. Jó estét kívánok! Szerencsésen hazaérkezett világkörüli útjáról magányos hajósunk Fanándor. Nem volt ilyen sikeres a brit Edward Smith, aki 1912-ben első útján Titanic nevű hajójával jéghegynek ütközött és elsüllyedt. A görög idegenforgalmi miniszter bejelentette, hogy ha a magyarok a nyáron minden görög utat igénybe vesznek, akkor a legközelebbi válogatott labdarúgó mérkőzésen 1 gól előnyt adnak a magyar csapatnak. Maradjunk a témánál. Nem sikerült a foci válogatott tavaszi idénye. A kudarc lehetséges okairól kérdeztünk 2 negyedosztályú labdarúgót, a pecsmegi Dinamo játékosait. Ti, akik szintén magyar labdarúgók hírében álltok, így kívülről objektíven szemlélve, mivel látjátok a sorozatos vereségek okát? Miért nagyon van ez jobb ennyire? Miért nagyon benne van? Hogy áll a csapat a bajnokságban? Értem, és hogyan látjátok a javulás lehetőségeit? Lesz-e végre javulás a magyar fociban? Átadták az év sportolója díjakat. Vigaszdíjat kapott Szabó Jolán, 18 éves tanuló, aki a barcelonai olimpián talajon, felemás korláton és gerendán is aranyérmet szerezhetett volna, ha édesanyja 4 éves korában beiratja torrázni. Híradónk végén 2 érdekes hír. Családját mentendő hatalmas bárka ácsolásába kezdett Zöldi Levente panelházi lakos, mivel a fölötte lakó rendszeresen nyitva felejti a kád csapját. Alacsony szürke emberkéket láttak többen is Vác térségében. Szakértők szerint vagy UFO szállt le a környéken, vagy műszakváltás volt a cementműben. Végül egy mondat az időjárásról. A műholdképet most nem mutatjuk meg önöknek, mert erotikus részleteket is tartalmaz. Így előjáróban csak annyit, hogy a legmagasabb nappali hőmérséklet július közepe táján várható. Ez volt a Magsa Iradó 9. kiadása. Tiszta szívből kívánunk önöknek kellemes pihenést a nyárra. Viszontlátásra szeptember végén.